Támogatónk a Ford Petrányi. A műsor üzleti innovációs partnere az Xperion Kft. A műsor támogatója a Stilvent 2000 ZRT. A magyar kerítésrendszerek kapuk, motoros kapuk szakértője. A reggeli étkezés kiemelten fontos mindenkinél. A napot tápanyagban gazdag étellel kell indítani, hogy felkészítsük a emésztő szerveinket és a gyomrunkat arra, ami vár rá a nap folyamán. El is készítettem a kis szendvicset. És hát jól látják, hogy konyhán közben mozog, hiszen László, Fristük. Aha, danke. Tessék. Hiszen jól ismert verseny lakóbuszunkban vagyunk, az adást megtalálhatják az archívumban. Tudjuk, hogy a lakóbusz az olyan, mint az élet, mindig előre megy, és mi töltjük meg tulajdonképpen tartalommal. Hát ez a tartalom most az lesz, hogy elmegyünk Nagy-Orosziba, a Knaustabber gyárába, mi mással, mint a mi kis lakóbuszunkkal. Hogyha önök kíváncsiak voltak, hogy hogyan készülnek ezek a dolgok, meg hogy egyáltalán létezik olyan, hogy lakóbusztörést tesz, akkor most megtudhatják. Ez itt a... ilyen... mi ez? Lakózón? Vagy ilyen... legyen egy ilyen... ilyen... hát egy ilyen utazón. Ja. Lakóbuszta népnek. Szebb lesz a világ. Jó étvágyat! Fedélzeten természetesen kapitányként és első kormányosként egyben Pere Laci, akivel már nagyon sok kalandunk volt ebbe a buszba. A kamera mögött Bence, a élettársam, és hát én. Nem tudok igazából a lakóbuszokról semmit. Azt kiderítettem, hogy képzeld el, László, nincsen egységes lakóbusz törésteszt, mert ugye csak az alapokat tesztel, amire építik a lakóbuszt. Igen. Például a Ducatót, a Sprintert, meg ezeket. De nem találtam arra vonatkozó adatot, hogy van-e előírás, hogy hogyan kell viselkedni magának a felépítménynek. Az igen. De nem mindegy, hogy favázás vagy alumíniumvázás, igazából szerintem sokat nem tart egyik se. Hát nem. Mert ilyen az favázás, igaz? Igen. Na, ez egy favázás, egy vintage favázás felépítmény. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy erre a kérdésre vajon tudnak-e válaszolni. Annyit sikerült kiderítenem, hogy mindenképpen szükséges már a légzsák, meg az ABS, meg a kipörgésgátló, de hát ugye ezek alapból benne vannak ezekben a kis teherautókban, amikre építik aztán ezeket a lakóbuszokat. Azért nézegetek előre, hogy tudjam, hogy merre járunk, de hát a fene se gondolta volna, hogy igazából lakóbuszépítő nagyhatalom vagyunk. Ez a kis ország, ugye? A Knauszról annyit tudunk, kérlek szépen, hogy a Knausz, a Tabbert és a Wilk összeolvadásával jött létre, hogyha jól emlékszem. Valamikor a 30-as években ugye az öreg Knausz, egy karosszéria építő mester volt, a Tabbert úr az azt hiszem egy építész, hogy a Wilk az ki volt, ő gyártotta az első cseppformájú lakókocsit. Tudod, azt a nagyon-nagyon picikét. Igen. Valamikor az 50-es évek elején, 51-ben vagy 52-ben. Hát most beszélhetünk arról, hogy mennyi a nettó adózott hasznunk, valami 290 millió euró volt 2014-ben, de ez szerintem senkit nem érdekel. A lényeg az, hogy az egyik régi és patinás lakókocsi, illetve felépítménygyártó cég. Hát azért megyünk oda, Bence, hogy megtudjunk róluk mindent. Hát akkor igen, nézzük meg, nem? Végettünk. Hát ilyet még itt nem láttak. Ez már vintage. Próbál majd olyan helyre parkolni, hogy megkívánják a javítását. Jó napot! Akkor menj oda a szerelő, hello, a szerelőcsarnokhoz, oda hátra. Hátha, behúzzák a sorránig, közel. Még a Jimmy főnök, Hendrix, lehet, hogy... főnök ez garis? Az, kész. Beviszi. A lakóbuszok alapvetően két nagy csoportra oszthatók. Attól függően, hogy mi szolgál az alapjául a lakóbusznak. Ugye van a Kastenwagen, ami egy kész dobozos
kis teherautó, és azon belül kell megoldani a lakhatást. Meg aztán van a Reisewagen, vagy a Reisemobil. Reisemobil. A Reisemobil, vagy akármi, ugye, ami maga a létrevált, és arra építenek rá egy felépítményt. Itt mind a kettő fajtát készítik, de hát a gyártási kapacitás az iszonyatosan le van kötve. Napi 18-at kell legyártani. Ami félelmetes mennyiség. Ami iszonyatos mennyiség. Úgyhogy ha ide betévedünk a mi kis transzporterünkkel, akkor nem fogják nekünk átépíteni, erre vannak szakosodó cégek akár idehaza is. De majd most szépen végigjárjuk magát a termelést. Megnézzük, kedves László, hogy hogy készül egy Kasten, meg hogy lesz igazából lakóbusz a lakó, vagy a magából az alvászból, ami begurul. Ha? Így van. Na ez a Kastenwagen, amikor egy meglévő területen belül kell építkeznünk, és a gyönyörű alufe, nézd meg milyen polírosan csillog még a kipufogó. De pont ezt mondtam egyébként, arra, hogy egy dobozos alufe, csak úgy nem raknak a gyárban. De Fiat osztókör, tiédre jó, nem? Hogyne. Keresünk majd. Hát ilyen hibás is jó. Kicsit görgőzni kell, nem baj. Majd az lesz. Jó, ez mondjuk das ist plastik? Nem. Alumínium? Az. Ez alumínium. És akkor ebbe vágsz ablakot, meg minden. Ezen sincs. De ez nagyon jó, azt nézd meg. Ez már ilyen lesz, szerinted ez azért van rajta? Mert hogy ilyen kockás lesz, ez elég mencsi. Ó, Laci, klíma, tempomat. Lefájdítsd a szívem. Úri huncutságok. De az minek üres az ugyanolyan Captain Chair, mint a tiéd. Hát pontosan. Sőt. Itt vagyunk a Kastenwagen gyártósoron. Ugye a Kastenwagen, mint ahogy elmondtuk, az, ami készen jön, egy dobozos furgon tulajdonképpen. Ami nagyon-nagyon érdekes, hogy hiába írunk 2017-et, ugye László? Arra felé nézni, mert a hátad bólogat az embereknek. Hiába írunk 2017-et, akkor is megesik, hogy bizony-bizony az egyes autók között, hiába ugyanaz a típus, széltében, hosszában bizony 2-3-4 centi eltérés is van. Gondolj már bele, megcsinálsz egy sablont, már nehezen kinyögöd, elkezdesz gyártani, megcsinálsz még 18-20 ilyen autót, és a 21. nem jó. És akkor mi van? 4 centi, az borzasztóan sok. Az nagyon sok. Az nagyon sok. Ekkora a gyártási szórás még mindig. Végig menjünk az egyes stációkon. Hogy lesz a Kastenből, vagy a Bódébó lakóbusz? Igen. Na. Kezdjük most akkor. Hát ott kezdjük, hogy ott vágják bele először az ablakot. Igen. Már mindjárt megnézzük. Gyertek. Gyere Ádám, csak nézd be halkan, mert... Itt vágják. A tetőn fűrésszel, az oldalt pedig kicsi lemezvágóval. Majd utána bekenik. Azt, várjál, azt mondjuk el, Laci, hogy kézzel. Kézzel, persze. Havasi jég, abszolút biztos kézzel. Nincsen, rajta van a forma, pontosnak kell lenni utána. Lekenik, igen. Ilyen rozsdagátló cuccal, nem árulták el a nevét, de rozsdagátló. Azt tudjuk, hogy német. Azt tudjuk, hogy német, mert hát minden, ami német, az jó. Aztán belerakják itt ezeket a paneleket. Ezek főleg hőszigetelő panelek, ugye? Főleg hőszigetelő, hangellen is jó. Hangellen is jó, hőszigetelő panelek belekerülnek. Most már egyedileg legyártott típusazonos panelek vannak, régen mindent ki kellett szabni, de... Most már. Stancolják. Mondd ki ezt a szót. Stancolják. A lányok itt matricáznak. Ugye azt tudni kell, hogy a Weinsberg, ez is saját márka, ez az olcsó megoldás. Ez körülbelül 32-34 ezer euró, ha kész lesz. Ez az olcsóbbik. Na meg is mutatjuk, hogy mitől olcsó. És a végén már lesz egy ilyen középkategória legteteje, ilyen 50 ezer euró sztori is. Na, itt bekerülnek teljesen ezek a zaj és hőszigetelő cuccok, meg egy pár elektromos kábel. Utána bekerül ugye erre a sorra, ahol így ferdén tolhatóak a járművek. Igen, és akkor szépen megy balról, jobbról balra. A gyártósoron több mint 20 állomáson végzik el a különböző szerelési munkákat. Nézd, Lacika! Na, bekerültek ezek a nem olcsónak mondható ablakok. De nézd meg, és rajta van már a kombiroló is. Kombiroló. Bizonyám. Lehúzod, sötét, vagy szúnyogháló. Nem húzom le. Ne húzd le, elég drága ez is, igen.
Na, oké, okay, nézd, látod? Azt, úgy kell csinálni, figyeld. Ez 10 fröccsüt el biztos, hogy így húzognánk az egészet. Meg ez a fehér se neked van. És egy bisschen kárpit. És már kárpitozódnak az ülések is. Bizonyos. Hozzá ehhez. Na, itt már az egyik kis tárolócska kész van, ugye amott lesz elől a konyha. Lökonyha. Ami már talán itt meg is van. Nincs. Viszont itt már kész van a zuhany. A készültsége fok az egyre. Aha, bizonyám, ez itt a zuhanyfülke. És egyben a retyó is. Ugye kintről lehet kihúzni a kazettát. Nagyon-nagyon szép röccsöntött műanyag sztori. Tök jó néz ki. Na hát itt kéne ülni. Hát most Ádám, de őszintén. De hosszú távon ez annyira nem frankó, nem? Semmi párna. Hát majd lesz párna, majd ott egy elávén meg lesz. Itt lesz bent. Ugye itt a gáztartály van meg. Igen, a gáztartály. Itt ki tudom nyitni? Nem akarlak most nagyon megzavarni a... Ott a reduktor, és hát ott kettőnek van hely, ahogy nézem, igen. Az a kettő félre. Két gáztartálynak van hely. Hát az a jó, hosszabbra mész, 11 kg félre egybe. De hát az elég sokáig átfőzés közben. Kivéve, ha fűtesz is. Azért az eszi a gáz. Aha, tényleg. Meg hogy a hűtő is arról megy. De hát a fűtés az nem tud elektromos lenni? Kintről. Hát a fűtés elektromos árammal kintről lehet, de hát hogyha vadkempingezel, akkor gázzal. Akkor gázzal fűtesz. Hoppá, hoppá. Felső szekrények, ó, design lámpák. Rövides pohárból. Feles pohárból, te hogy kell. Hát ez itt már azért alakulóban van. Hűtőszekrény bent van a konyha. Bizony. És akkor itt van az ágy. Ide lehet lerakni a matracot, igaz? Ez föntről jön le, majd ott abban az autóban. Nem, ez nem a föntről a jövős, mert a föntről a jövősben nincsenek szekrények. Ez igaz. De hol van a matrac? Az majd jön. Nincs itt hátul. De hol tartod a matracot? Ott van. Mert ugye alapvetően úgy van kialakítva ez is, minden gyár, hogy az adott munkaállomás mögött van minden, amire szüksége van a szerelőnek, hogy rakja össze. Miután teljesen összeraktak egy lakóautót, a szerelőműhely utolsó állomásán végzik el a minőségellenőrzést. Itt már minden funkciónak megfelelően működnie kell, picobello kell, hogy legyen a gép. Ó, itt már van víz, már... Na de a legnagyobb spillerség, figyeljé, várjál, hogy is kell ezt csinálni? Van egy gomb. Azaz. Vigyáztam. Jön a tó, Sanyi. Ajaj, jelen, jó, oké, jöhet. Jó lesz az, ki kell hajtani az ülést. Aha, ki van hajtva, csak hogy feltámasztottad a léget. Nagy autó. És akkor ezt ide lehet pakolni, ide letámaszkodik, így la. És akkor alszunk, meg van egy kis ilyen háló, mint a NASCAR autókban, tudod, hogyha leessé nagy oldalgyorsulás, akkor ki ne essé belőle. Igen, aki majd be, igen. Igen, ez arra. És akkor védőháló nélkül. Garanciát amúgy vállal a gyártó minden belső cuccra. Nem is. Ó, és akkor világító titok. Az a világító gyógyszer eszekre. Viszont ezt el kell akkor fordítani, hogyha kiakarod. Igen. A dugó. Ó, kis dugat. Gyógyszer eszekre. Pipere cuccos. Hát full. Ez már fullos. Uaj, bőr. Minden. Nézzük meg hátul is az ágyat, mert ez se ám, csak olyan ám. Vigyázz, asztal. Asztal, vigyázz. László demonstrálja a hátsó fekhely. Engedhető fekhely. Engem ez teljesen meglepett, hogy ezt a gombot megnyomod, és elvileg itt tolod, és ennyi. Mert hogy itt Bovden? Mert hogy Bovden elő pedig egy sín. És gondolom vannak olyan ellensúlyok, hogy valamivel... Nem, mert ott vannak azok a párnák. Nyom, ja, igen. Azok oda kerültek azóta. Tehát teljesen föl lehet emelni, és akkor alatta még... Na látod, és itt alacsonyabb is ez a szekrény. Igen. Hogy le lehessen engedni. És hát nyilván csak úgy, hogy nincs rajta senki. De ez így már kivéve, hogyha valami hogy van. Hogyha van, igen. De ez így már okosabb, mert fel tudod tolni, aztán kész. Igen, és akkor rögtön ugye a konyha szekrényből, vagy mi a nappali szekrényből lesz hálószobai. És az is igen, kis finom ledek, és még egy nagyobb fényerő. Igen, ezek a konnektorok fönt is nagyon okos. Tudja borotválkozni. Na, hát és akkor nagyjából így készül el a Custom Wagen, innen aztán teherautókon szállítják a kereskedőknek, meg a megrendelőknek. Onnan meg visszahozzák a még át nem alakított üres bódékat. A Knaus-nál nem csak összeszerelik a járműveket, hanem a gyártáshoz szükséges elemek nagy részét is itt állítják elő. Kérlek szépen. Ez itt a varroda. Bővebben?
ez egy nagy varroda. Itt kikészítik az összes kárpitot, sablonok alapján kivágják, és utána a hölgyek szépen összevarják. Ami érdekes, hogy még bérben is dolgoznak, tehát itt nem csak azt varják, ami nekik kell, hanem a külföldi gyáraknak is itt varják meg a... Ez itt például úgy néz ki, mint egy füles mici sapka, de valószínűleg ez egy fejtalmaz. De lehet, hogy sapka. Lehet, hogy sapka? Nem tudsz mindent. Hát itt borzasztóan sok ember dolgozik, ez most hirtelen engem is meglepett. Itt vannak az üres kizatok még. Aha. Minőség ellenőrzés? De ez már rá van szerinted ragasztva? Persze. Ezek már össze vannak dolgozva. Igen. Gondolj bele, hogy egy ilyen várógép várabóval valószínűleg veszünk egy olyan lakókocsit, mint a tiéd. Az lakóbusz. Az biztos. Mert ezek ilyen ipari cuccok, ezek rohadt drágáltan. Ott látszik, hogy hogy épül fel egy ülés. Hol mennyi szivas van. Na, itt az ülésváz, gyere, nézzél be meg, Ádám. Ilyen egyszerű, szóval nem bonyolult egy ülés. De azért van benne, most már, de van benne merevítés bőven. És hát régen ugye, mint a te autódban is, itt szép rugós, epedás volt, igen. Hát most már szivacs. Idővel kiülött, zömül. A mai modern világban nagy kincs, ha valamit még kézzel várnak. Ennek ellenére a szabást már egy profi számítógépre bízzák. Itt tart, nézd! És most ott tart a kés, a fej, igen. Amikor megáll, ez nagyon érdekes. Akkor ő élezi a kés. Meg be van állítva, milyen paraméterenként. Ezt nézd! Megcsinálja a csípéseket, a jelöléseket a varrónőknek, ezeket a bevágásokat. Ez a csípés, ez azért fontos, mert... A másik alkalmi, itt van így. Ha bevárja, akkor ott illeszkednek a csípések. Beszarás. Este milyen szivacspartit látta itt rendben? Elcsődösödik a gyár, összehogyik egy csak miket lekifutásból. Bass jump, tudod, piszpus póz minden, onnan föntről. Hát ezek itt szivacsok, hát ki vannak szabva, aztán be vannak húzva, kész. Sőt, annyira mennék. Nem néz senki? Gondolattal az egy kamerát! Főleg, hogy nejló van rajta. Próbáld ki. Tényleg? Na. De így orral? Orral. Megfogom. Jó. De... tényleg jó, de vegyük el nejlót. Ugye, hogy lehetne itt? Tényleg itt egy szivacs jártó üzemet. Egy szivacs játszóházat. Szivacs játszóházat, ez az. De az IKEA-ban is van. Csak ott olyan plusz állatok. De csak szivacs. Szivacs jó. Minden. Szivacs büfé. Szivacs kaja. Minden szivacs. A várrodából egyenesen ahhoz a gyártósorhoz mentünk, ahol az utánfutós lakókocsikat és lakóbuszokat szerelik össze. Egyet abban vagy az egyiket, vagy a másikat készítik, csak hiszen így hatékonyabb a gyártás. Ezek a talpak? Ez azért van, hogy nem mozogjon, ha érted, mire gondolok. Értem, mire igen, gondolsz. Igen. Meg hát ugye ezt, hogyha leakasztod, akkor fölborul. De érted, én azt nem tudtam, hogy először nézd meg, bebútorozzál, utána rakják fel az oldalát. Igen. Ez akkor egy inverse legó. Logikusnak belülről kifele építkezel. Ez egy gyönyörű játék. Oh. Na, ilyen kéne, hallod nekem is csak. Ahhoz le kéne venni az oldalfalakat. De én se hülye voltam, mert azt hittem, hogy az kész van, azt akkor bebútorozzák. De nem, mert először a belseje van kész. És ahhoz húzzák hosszú oldalról. Belülről kifele építed a házat. Így van, itt hoppa, ezt meg lehet jó csinálni. Pácia. Jó, itt vágyok. És akkor nézd meg. Itt, hát az, itt már a bútorozás van. Ez már ilyen asztalos műhely jellegű. Itt már a bútorozás van, igen. Hát ez beszerelt. Hát így még nem láttam lakókocsit. Ugye ez lakókocsi még mindig. Ezek lakókocsi. Az armatúra. Sokkal könnyebben szerelhető, hogyha hát, megnézed. Nyilván, de vajon amikor neked kell javítani, te is lebontod a külsejt? Akkor már nem. Akkor cumika van. És akkor itt vannak a modulok, ezeket rakják be. Aha. Mert ilyen modulrendszerbe építkezik az egész. Ott megkészítik elő. Ott megkészítik elő, meg legyártják. Na nézd, itt a következő. Ez itt egy... Na. Hát tudod mi ez? Masszázszuhany. Bizonyám. Ez már keleti kénye, nem? Ó, öregem, Helsinki már nyugat. Ennek a sornak a végén elméletileg egy kész lakókocsi kéne, hogy ez legyen. Így lesz. Hopp, és nézd, itt már fent van az oldala, gyere! Na, ott készülnek elő az oldalak. Tényleg. Jó étvágy! Ott az oldal. Úgy. Itt már alakul, itt már lassan le is megyünk. Na, mindjárt készen. Mindjárt készen van. Ezek is. Ez lámpa. Ugyanaz, minden ugyanaz. Tényleg? Nincsenek csodák. Lehet, hogy más a formája, mert most LED van benne, de ennél nagyobb áttörésre nem igazán van szükség. Büdös volt a szár? Mindig tart.
Honda S 2000. Igen. Ugye? Kicsit azért a lakókocsi dizájn az, hogy is mondjam, meglehetősen beszűkült mozgástérrel rendelkezik, igen, nem? Mert igen. Vagy ilyen, vagy csebb formájú, azt ennyi. Vagy a négyszögletes. Vigyázz, mert gődör. Na, hát így. Oda van csavarozva? A padlólemez, igaz? Van. Közben megy előre szépen lassan, nem tudom, figyeled-e. És látod a szerelékeket. És tényleg ez lassan megy előre. Dolgozni kell, nem ugyanaz. Ugye azért melózni kell, nincs megállás. És látod? Ott van még az is ugye a levegő. És ide alulra nagyon más nem is hoztak ki, mert ez belső szerelés. Körbe van rendesen kemve. Igen. Hát a fék van ott. De ennyi. Ha? Na, most már itt a takarítás van, hát látod? Itt már takarítanás. Nem is használták, és már takarítják. Igen, nem is volt használni, azt már takarítani kell. De már világít minden, sípol, pislog. De közben szépen lassan minden megy. Érezd, hogy érezd a törődést. Ne is tartsunk föl senkit, Laci. És akkor ez kész, fix und fertig. Ezt takaszthatjuk föl, aztán mehet is. Hát akkor tolasd be. Ja, nincs vonóorog, nem baj. Hát ennyi. És akkor itt gondolom még ez a... A ez a kilépő kontroll ellenőrzés? Így van. No, de hol vannak a lakóbuszok? Azokat is megkeressük. Á, itt. Ja, hogy itt ellenőriznek minden. Bizonyám. Ellenőrizzük le mi is. Van bent egy ellenőr, ellenőriz. Akkor ellenőrizzük le az ellenőrt. Ellenőrizz le az ellenőrt. Jó. Menjél be. Kérdezd meg, hogy minden rendben van-e. Hello. Minden rendben van? Itt mi történik most? Itt mi ez a végső? Ez még végszerelés? Aha. Tehát ami esetleg nem úgy sikerült, akkor azt itt... Aha. Hanvas új lakókocsi, öregem. Mi pénz ez te? A gyár területén több száz elkészült lakókocsi és lakóbusz áll, ami nem is csoda, hiszen évente több mint 7000 darabot adnak el belőlük. És hogy miért ennyire népszerű a lakóbusz? Mi már tudjuk, de azért megnéztük még egyszer. Na. Látod? Ez már egy ilyen fullosabbnak tűnik. Na, ezt mondtam neked, nézzek, hogyha még le van nyitva hátul ott a kerékpártartó. Ennek azért van rendesebb része. Hát ez egy több mint egy méter. Hát bőven több mint egy méter. Ez itt vajon ki van nyitva? Na, ez a legfontosabb helye. Megint csak, ugye? De hát itt el lehet szundizni. Sok ember örülne ennyi helynek. Hát de nézd meg. Na, szekrény, mondjuk itt a gáz. A gáz, de hát elfél mellette. A Vágó Peti az itt simán elalszik. A Pismányi pompadur. Meg van lámpa is. Aha. De beteszed a biciklit, kis motort, robogót. Egy abszolút befér, igen. Ez jó, és akkor efelőtt van az ágy. Afelőtt van az ágy, így van. László, odaadom neked a kulcsot. Na, nézzük meg. Te leszel a sofőr. Doktor? Ah, köszönöm. Új! Laci! Minden ez az új. Más illat. Itt, ja, das ist das Bett. Aha, de az gombos lesz, meg még csak ez is be van ide. A biztonság engedjük Ádámra a bettet. Nézd, itt van a... Aha, és látja neked az akkumulátor feszültséget, mutatja meg azt, hogy meddig van a víztartály. Ez mondjuk fontos információ. HDMI. Mivel engedjük le az ágyat? Alul van egy gomb. Ez nem az? Nem. Ez manuális? Akkor csak így el kell... Nem. Rábaszkodsz, és felemeled a lábát. Ó, jön az egész szekrény sor, nézd! Jó, ha. És akkor így, hogy négy ember ott hátul is. Lehet, igen. Ott hátul is el vagy, meg itt is el vagy. Ez jó, csak ugye ez a súly, ez mind magasan van. Ezt ne felejtsük el. Nyilván nem versenyre megy az ember. De, hát mi voltunk már. Az igaz. Nézzük szét, hűtőszekrény. A mélyhűtő az ott egy érdekes. Ugye minden úgy van megcsinálva egy lakóautóban, hogy reteszelve zárható. Kéne billenjen az ajtó. Ez meg egy mikro? Ez egy... Nem, ez a mélyhűtő. Ez egy rendes mélyhűtő. Bizonyán. Abbe, halló? Na? Na most nézzük meg ezt a megoldást. Gyere, Laci! Hogy amikor rá akarsz ülni a kakkantóra, akkor ki kell hajtanod az egész mosdót, nem? Oldalra. Aha. Ott van egy retesz hátul, nem az? Az nem az szerintem. Szerinted ezt lehet, hogy neki kell húzni? És rendez zuhanyfülkében. De praktikus. Ugye? Ez egész erről szól. László, izzíts! Jó.
És látod, ez az, amit mondtam, a 30 éves lakóautón pont ezek az ablakszerelvények vannak. Tehát nincsenek újdonságok, nincsenek csodák. Amivel többet tud adni egy új, hogy esetleg garanciális, komfortban se sokat, a csend talán. Most már mindjárt kiderül, hogyha megyünk vele, hogy ezek a régi teherautók, ezek borzasztó hangosak belül, de hát amiatt van az a diamant, vagy hogy hívják azt a... Dynamat. Dynamat, azaz. És nézd, ott van a szellőző alul, ott lehet kinyitni a körfűtést. A körfűtés, ott jön fel a meleg, igen, mint egy gejzír. Az érdekes, hogy ugye ez indul 11-12 milliótól, ez elmegy 16 millióig, attól függően, hogy milyen felszereltségűt választasz magadnak. És nagyon kíváncsi leszek, hogy a tizedannyiért vásárolt lakóautót érzékelteti-e, hogy ennyivel túlszárnyalja. Hát figyelj, hát szék van, kettőncser, minden van, illatosító, fullos, go! Na, de hát még meg kell várni a többi. Dehogy mennyi, nem kell mennyi, majd oldjak meg. Más kódolom kézifék? Neki van engedve. Jó, hát nagyon csöndes üvég. Hát azért nem, ez csöndes. Jó, nincs megpakolva, szóval nem is zöröghetnek a befelókás üvegek. Ez az, ami hiányzik a régi autókból, látod? Ebben van italtartó, abban nincs. De hát az egész autó egy italtartó. Innentől kezdve mi a gond? Hát nézd, összehasonlítva a tesztünk első elemét, akkor fel is tudom rögtön igen? Hozni. Hát az erő, a motorerő, ami azért ebbe... Jelentősen képviseli magát szemben a tiéddel. Érzésen nagyjából a dupláját tudja, mert ugye a 75 lóerő van, ez mondjuk lehet, hogy 130 lóerő. Húzd fel az ablakot, mert hogy van klíma, ugye? Van klíma. És van klíma, igen. Tehát akkor most... Bár megmondom őszintén, hogy négyesben... Nem szokott hiányozni. Nem, de négyesben ennél a sebességre lepadlózom, pont ilyet ugrik az enyém is, mint ez. Most itt ebben nagy különbséget nem látok. Csöndes az utasfülke. Na jó, de nincs benne semmi, azt mondom, nincs megpakolva, nincs, ami csörömpölje. Nekünk a motor szokott csörömpölni nagyon. De az benne van most is, legalábbis itt van az autó. Nem, de amíg csörög, addig tudod, hogy megy. Ez olyan halk, hogy nem tudod, hogy mikor romlik el. Te csak nyomod a pedált, azt nem történik semmi. Ja, tényleg. De hát azért ebben kultúráltabb, hogyha most ezzel kéne a barátnőmet meghódítanom, lehet ezt választanám, de azzal is szeretett engem, úgyhogy nincs gond. Na, ez így zörög, hogyha gödörbe megyünk. Pukkantottál, vagy? Nem, csak érzel valamit? Nem, érezni kéne? Hát annyi, hogy ugye azoknál régi, az enyém az kormányváltós, azért úgy azzal kell dolgozni. Ez meg egy nyilván már korunk születte. Tempomat! Jézusom, az is van benne? Hát világból kimész, meg visszajössz. Akkor annak idején Laci megvette a lakóbuszt. Hány éve volt ez? Kettő. Á, csak. Olyan, mint 1000 éve meg. De 20. De 20 az 20 éve volt, igen. Ennek idején így igazából, hát én értettem, mert tudtam, hogy ez nekünk jó lesz. De nagyon sokan nem értették. Minek neked az? Nagy, viszi a pénzt. De igazából, ha áll, akkor nem kér pénzt. Nem sokat. Ennyi. Most éves szinten egy 20 ezer forintból megvan a minden adója. Meg biztosítása. Ám majd 30-ból megvan. Jó. De ennyi. Aztán elkezdtük használni. Hát Laci nyilván többet ment vele, de azért jelentősen képviseltetük mi is magunkat a fedélzeten, családilag is. És kiderült, hogy hatalmas nagy buli a lakóautó, gyereknek, felnőttnek egyaránt tényleg, amikor itt csiripelnek, mászkálnak, szanaszét, jó, nyilván nem mászkálnak menet közben, mert tilos, nem, de abszolút élhető, és hogyha elég nagyot veszünk belőle, ugye ez a kulcs, jó mondom, László? Igen, nagyon fontos, hogy nagy legyen belőle, hogy ne legyen bezártságérzésed, és tudjál pakolni. Hogyha elég nagyot veszünk belőle, akkor tényleg azt mondom, hogy 70-80%-ba kivált egy lakást. Simán. Úgyhogy a lakóautózás az jó, a lakókocsit azt mink annyira nem érezzük, mert azzal csak a nyug van. De most már legalább azt is tudjuk, hogy hogyan készülnek a mai modern lakóautók, és jól láttuk, hogy hát talán annyira nem is másképp, mint annak idején mondjuk az, amivel lejöttünk. Hány éves az? 28. Az a vintage youngtimer Fiat Ducato, ami még sok-sok boldog kilométert fog nekünk okozni. És azt ne felejtsd el egyébként, hogy amikor mi még ugye gyerekek voltunk, és csodálkoztunk a kombi Trabantra, akkor a hollandok már ilyennel jöttek le a Balatonra. És akkor azok még a mai napig mennek, és még abszolút vállalhatóval lehet bennük lakni. Na, hát ez volt a Speedzone nagy lakóbusz készítő gyártó műsora.
magam is meglepődtem, hogy mekkora nagy lakóbuszgyártó nagyhatalom vagyunk, meg lakókocsigyártó. De Speedzone lesz jövő héten is, meg addig is folyamatosan nyomjuk a tartalmát a Facebookon, a YouTube-on, és biztos vagyok benne, hogy találkozni fognak még Lacival, de velem 100%, meg Bencével ott a kis izgő mozgó kamera mögött. Úgyhogy tartsanak velünk a jövő héten is. Igen. Menjünk bele a naplementébe, Lacika. Támogatunk a Makma Kft. A műsor támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda. Jones Way. Professzionális szerszámok.